A Karacs Ferenc Múzeum a bihari nagysáré története a lecsapolástól 1914-ig című állandó kiállítása az 1970-es évek végén épült a kor színvonalának megfelelően. Közel 40 év távlatából azonban felújításra, újragondolásra szorul. Erre ad lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett Kubinyi Ágoston program, mely által 5 millió forintot nyert az önkormányzat a múzeum fejlesztésére. A pályázat részleteiről ifjabb Györfi Lajos tagintézményvezető nyilatkozott televíziónknak. A Karacs Ferenc Múzeumnak az állandó kiállítása a bihari nagysári történet a lecsapolástól 1914-ig egy igen régi kiállítás, tehát 1979 és 80 fordulóján készült el, még az első igazgató alatt a múzeum. Tehát lényegben egyidős a múzeummal, a Karacs Ferenc Múzeummal, és időszerűnek láttuk, hogy a kiállítást megújítsuk, és pályázatot írtunk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg a tavaly évben a Kubinyi Ágoston programot, kifejezetten a múzeumok szakmai támogatására. A Karacs Ferenc Múzeum elkészítette a pályázatot, és az önkormányzat, a Soroksári Város önkormányzata pedig benyújtotta, és tavalyi év végén értesültünk az eredményességről. A múzeum, vagyis az önkormányzat 5 millió forintot nyert a Kubinyi Ágoston programon belül a múzeum állandó kiállításának fejlesztésére, és ez még hozzájön az önkormányzat által vállalt 10%-os rész. Györfi Lajos elmondta, az átalakított kiállítás egy virtuális sétát tesz majd lehetővé a korabeli püspökladány főutcáján. Mint említettem, egy 40 éves kiállításról van szó, tehát szinte minden püspökladányi ismeri is, és ahogy itt láthatják, a kiállítás már önmagában, tehát múzeológiai és esztétikai szempontból is elavult, nem beszélve arról, hogy a mai múzeológiai viszonyoknak megfelelően 5-10 év egy állandó kiállításnak az időtartama, tehát itt már azért lényegesen túlléptük, megpróbáltuk megkeresni a forrásokat, és sikerült is. A kiállítást úgy szeretnénk átalakítani egy régi ladányi főutcába, tehát szeretnénk átalakítani, tehát lényegében egy virtuális sétát tehetne majd a látogató a 19. századi püspökladányi főutcán. A főutca köveit viseli a kiállításnak a munkacíme, és onnan jutunk majd el a Sáréti portára és a Sáréti házra, melyet lényegében változatlanul hagyunk, nem is változatlanul, de felújításra, újra átgondolásra kerül a múzeumnak az éke, a Sáréti ház, amelyet itt láthatunk a Püspökladányi Múzeum terében. A felújítási munkálatok a kiállítás mellett az épület termeit is érintik. A cél szellősebb, modernebb terek kialakítása. Itt ilyen poszdória falakat lehet látni, sokszor szembesülünk vele, hogy tehát hogy nagyobb csoport jön, tehát iskolás csoportoknál nagyobb, tehát egy busz, egy fél busznyi csoport látogató érkezik a múzeumokkal, egyszerűen nem tudunk tálatot vezetni, mert nincsen elegendő hely, tehát szeretnénk sokkal szellősebb tereket kialakítani, ezt az elkülönést, amiben elkülön a helytörténet és a néprajzi rész egybe, egy egybefüggő teret kialakítani, sokkal szellősebben látogatóbarát környezetet, és nem beszélve arról, hogy a műtárgyaknak is egy ideálisabb környezetet alakítanánk ki, hiszen maga a terem is előkészítésre került, tehát padlózattól kezdve vezetékek, nyílászárók újítására is sor kerül, illetve több pályázatot adtunk be, hogy kiegészítsük ezt a Kubinyi programot azzal, hogy szeretnénk az egész múzeumot rendbe tenni. Jelenleg is több pályázatunk fut arra, hogy mind külsőleg és mind belsőleg is megújulhasson a Karacs Ferenc Múzeum. Az új állandó kiállításról még annyit kell elmondanom, hogy Kis Beatrix országos sírű látványtervezővel, aki a Déri Múzeum munkatársa, fogunk együtt dolgozni, az ő nevéhez több jelentős kiállítás is fűződik, többek között ami ismertebb lehet, akár a lányok számára és az Ethno Trezor kiállítás, ami pár évvel ezelőtt volt a Déri Múzeum egyik kiemelt látványossága. Habár a munkálatok ideje alatt a múzeum zárva tart, a múzeum pedagógiai foglalkozások ez idő alatt is meg lesznek tartva. A részletekről a tagintézmény munkatársai a közeljövőben értesítik a lakosságot. A Karacs Ferenc Múzeum tagintézmény állandó kiállításának felújítási munkálatai várhatóan tavasszal kezdődnek, és még idén befejeződnek.